Ebben a második videóban tehát szeretném bemutatni, hogy hogy lehet szofisztikáltabb módon streamelni a tanóránkat, ugyanis szükségünk lehet arra, hogy ne csak a webkamerán képét osszuk meg a hallgatókkal, hanem mindazt, amit mi is látunk, a képernyőnket, például egy szoftvernek a működését akarjuk bemutatni, vagy prezentálni szeretnénk a diáinkat. Itt streamelni fogunk, ehhez tudunk valamilyen címet beírni, fontos, hogy a stream nyilvános legyen, így fogják látni majd a hallgatók a streamelt videónkat. Itt értelemszerűen tovább kell haladni ezen a képernyőn. A következőre, ahol fontos információkat kapunk vissza. A legfontosabb információ az az úgynevezett streamelési kulcs. Majd ezt kell használnunk, ahogy itt írják is a képernyőn, a szoftverben, amit majd használunk magára a streamelésre. Tehát jegyezzük meg ezt a kulcsot, másoljuk vágólapra. Az egyik legközkedveltebb streamelő szoftver az OBS Studio. Ezt mindenfajta operációs rendszerre lehet telepíteni. Nagyon egyszerű és magától értetődő a telepítés. Miután telepítettük és elindítottuk az OBS Studiót, valami hasonló képet fogunk látni. Most én is látszom, ugyanis az OBS Studióban a forrásokhoz hozzáadtam a webkamerámat, mint videórögzítő eszközt, és lehet is engem hallani, ugyanis a forrásokhoz hozzáadtam a laptopomnak a mikrofonját, mint bemeneti hangrögzítőt. Ezen kívül hozzáadtam még a forrásokhoz a kijelzőmet, a monitoromat, amit én is nézek most, és amit mindenki lát, mindenki látja, hogy én mit nézek. Ez azért lehetséges, mert a kijelzőmet megosztom a nézőkkel. A forrásokat, ezt a három forrás mindenkinek hozzá kell adni ehhez a listához, ezt a plusz gombra való kattintással tudja megtenni, és ki tudja választani itt a listából ezt a három elemet. Amikor a hallgatókhoz beszélek, akkor természetesen legyen a videórögzítő eszköz, a webkamera bekapcsolva. Ezt és akár a többi három forrás is ki tudom kapcsolni a szemikonra való kattintással, például kikapcsolom a webkamerát, mert nem látszom, de a kijelzőm továbbra is meg van osztva, tehát például bemutathatom, hogy éppen mit nézek a webböngészőben, vagy a fájlkezelőben, vagy bemutathatom egy programozás órán, hogy éppen hogyan programozok a fejlesztői környezetben, vagy egy szövegszerkesztés órán, hogy éppen mit gépelek a Microsoft Word-ben. Amint arra van szükség megint, hogy beszéljek a hallgatókhoz, visszamegyek az OBS Studio-ra, és bekapcsolom a videórögzítő eszközt, így látni fognak engem. Miután mindent beállítottunk az OBS Studio-ban, és közben nem ragadtunk le ezen a végtelen tükör effektuson, ami egyébként nagyon érdekesen néz ki, most következik el annak a pillanat, hogy összekötjük az OBS Studio-nkat a YouTube streamünkkel. Ehhez menjünk a beállítások menüpontba, és azon belül is kattintsuk a stream menüpontra. Amelyen belül találunk egy szövegdobozt, stream kulcs címkével. Ugye emlékszünk, hogy a YouTube-on az általunk elindított élő közvetítéshez ott van egy stream kulcs, itt található. Ezt tudjuk vágólapra másolni, megtettem. Visszamegyek ebbe az ablakba, és ide bemásolom azt a stream kulcsot, leokézom, és kész. Tulajdonképpen össze van kötve az OBS Studio-m a YouTube streammel. Innentől kezdve elindítani a YouTube streamet, ezzel a stream indítása gombbal tudjuk, és onnantól kezdve tulajdonképpen élesben megy a videónk. Ezt most nem tudom megmutatni, mert egyszerre nem tudok streamelni a YouTube-ra, és felvenni ezt a videót is, úgyhogy mindenki képzelje el. A lényeg, hogy miután megtartottuk a hallgatóknak az adott foglalkozást, és szeretnénk lezárni a streamet, ugyanerre a gombra kell kattintani. A felirat a stream leállítása lesz. Viszont mindeközben nagyon fontos, hogy a YouTube felületén ezzel párhuzamosan ne felejtsük el elindítani az élőadást, itt a jobb felső sarokban látható gombbal, és a streamelés végén ne felejtsük el leállítani azt. Ha az OBS Studio mellett mindenről elfeledkezünk, akkor a YouTube a streamünket nem fogja nyilvánosan kiküldeni a nézők felé. Szeretném én megemlíteni ezt a nagyon praktikus ablakát a YouTube-nak,
melyben az ütemezett streamjeinket tudjuk kezelni, például bizonyos beállításokat tudunk utólag megtenni. Vagy, ami nagyon fontos, a megosztható webcímét a streamnek tudjuk itt is elérni, illetve egyes streameinket meg tudjuk szüntetni. A videóink listájából is elérhetőek az előzőekben látható ablakok. Az élő irányító központba kell navigálnunk, melyben egyből megnyílik az adott streamnek a kezelő felülete, például el tudjuk indítani az élő streamelést, illetve a visszagombra kattintva az előzőekben látható streamek kezelése ablakot tudjuk megnyitni. Itt a videó végén praktikus jó tanácsokat szeretnék megosztani azzal kapcsolatosan, hogy mi tanárok streamelés közben hogyan osszuk meg, hogyan mutassuk meg prezentációinkat. Erre úgy gondolom, OBS Studio-ban a legjobb módszer a prezentáló szoftverünk, például PowerPoint ablakának a felvétele a források közé. Bármilyen alkalmazás ablaka hozzáadható a forrásokhoz, például korábban én így oldottam meg a programozási környezetem ablakának megosztását, vagy a Microsoft Word ablakának a megosztását. Én a háttérben már elindítottam az egyik PowerPoint prezentációmat, ezt szeretném most hozzáadni az OBS Studiohoz, mint ablakot. Kell adni az ablaknak egy nevet, illetve az opcionális, és ki lehet választani ebből a listából bármelyik alkalmazásom ablakát, most a PowerPointot választom, és íme most már látszik a PowerPoint prezentáció. Közben én egyébként kikapcsoltam az egyéb forrásaimat, sőt, itt a háttérben mászkálhatok a különböző alkalmazások között. A hallgatók csak azt fogják látni, hogy mi történik a PowerPoint ablakában. Közben én tényleg menedzselhetem a forrásaimat a háttérben, bármit csináltok, ők ezt nem látják. Ahhoz viszont, hogy mindez működjön, PowerPointban egy speciális beállítást kell megtennünk a diavetítés beállításai menüpontban, mégpedig a bemutatót mindenképp egy ablakon belül kell mutatni a PowerPointnak. Csak így működik az ablakban való megosztás az OBS Studio-n belül. Szeretném megemlíteni ugyanakkor, hogy az ablakként való megosztás, bár prezentációk esetén egy tökéletes opció, nem minden alkalmazás esetén az. Például a képen látható programozási környezetet most ablakként osztottam meg, és itt vadul kattintgatok, járkálok a menükben, legördülnek menük, nyílnak meg ablakok, és ebből semmi nem látszik, ugyanis az OBS Studio csak az alkalmazásnak a fő ablakát mutatja ablakként való megosztás esetén. Ahhoz, hogy mindaz látszódjon, amit az előbb tettem, nincs más lehetőség, a teljes kijelzőt kell megosztanom, így nem csak a fő ablakát fogja mutatni az OBS Studio az alkalmazásomnak, hanem annak minden felnyíló, lenyíló almenüjét és alablakát. Nos, én úgy gondolom, hogy a videóban elhangzottak bőségesen elegendőek ahhoz, hogy bármelyikünk, mint tanár, igényesen és a kor kívánalmainak megfelelően tudja streamelni a tanúráit. Igazából gyakorolni kell mindezeket, és erre a YouTube igen jó terep, indíthatunk privát streameket, és ott oly módon bontogathatjuk a szárnyainkat, hogy bárki azt láthatná rajtunk kívül. Úgyhogy én ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó kitartást és sok sikert, illetve mindenkinek nagyon-nagyon jó egészséget, jobban mondva az egészsége megőrzését ebben a szép tavaszi otthoni karanténban.